Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband Európa 1200 módos végigjátszásomat, és itt maradt abba, hogy az előző részben volt egy kis probléma, mert nem lehetett átmenni ugye a szigetekre. Na már most azt hiszem, hogy megoldódott ez a probléma. Még mielőtt amúgy elindítottam volna a felvételt, az összes várat és falut, amit eddig elfoglaltam, magamnak adtam, csak ugye nem láttam értelmét annak, hogy ezt az egészet rögzítsem. De most már az összes falu és vár, ami eddig nem volt ugye az én irányításom alatt, most már mindegyik az enyém. Szóval, ja. Na már most van itt egy csomó újonc, akiket hát elviszek. Várjunk, itt még kéne hagyjak 10 harcost, ugye? Ha minden igaz, akkor át tudok most már ide menni. Én azt hiszem. De hogyha már Bremen útbe esik, akkor el kéne foglaljam. Vagy Wartburgot. Oké, szintlépés van. Amúgy... Nem tudom, hogy mi történt a játékkal, mert valójában nem igazán csináltam semmit, csak újraindítottam a játékot, nézelődtem kicsit neten, és kb. Ennyi. Kb. Ennyi az egész. Nem igazán csináltam semmit, mivel állítólag ritkán szokott olyat csinálni, hogy bebugol a játék, de valójában nem bugos a játék, csak újra kell indítani, és akkor lehet menni a területeken. Csak néha újra kell indítani a játékot. Kissé furcsa. Szóval bugos a játék, de hogyha újraindítom, akkor valójában okés. Állítólag. Aztán mindjárt kiderül. De remélem, hogy így van. Na jó, el kell foglaljam Wartburgot, utána pedig Bremen, és akkor ki fog derülni, hogy mi a helyzet. 89.446. Hát az kevés pénz. Gondoltam, többet kapok. A pápai állam pedig támadja a Zadárt. Oké. Egész addig még a dánokkal nem kötök békét, nem tudok visszamenni és harcolni a pápai állam ellen. Schleswiget megtámadták, oké. Nem gond, legfeljebb visszafoglalom. Én szeretném elfoglalni ezt a várat, meg Bremen városát. Szerintem amúgy meg azért tudták megtámadni Schleswiget, mert most már nem bágos az átkelő, így át tudtak jönni a dánok a csapataikkal. Én a mondó vagyok, hogy azért. Szóval most már működik, hogyha minden igaz, és át lehet menni a szigetre. Kissé amúgy furcsa volt, mikor nézelődtem a neten, hogy... Valójában nem bugos, csak néha újra kell indítani a játékot, és akkor át lehet menni. Szóval a játék közben úgymond bebugol az átkelő, de hogyha kilépsz a játékból, újraindítod a játékot, utána megint működik. Érdekes, de ez már csak ilyen. Oké, Schleswiget, ha elveszítem, nem gond, mert úgyis útbe esik, hogy visszafoglaljam. Rendben, irány akkor... irány Bremen, ugye? Zadár városát el fogom veszíteni, Schleswiget szintén, szerintem. De lehet, hogy oda még időben odaérek. Ám bár kétlem. Kicsit messze van. Hagyjuk előbb akkor... Hagyom Bremen-t és irány Schleswiget... Oké, most már mindegy, támadják. Időben már úgysem érek oda. Irány akkor inkább Bremen ellen. El fogom veszíteni ugye Zadár városát is, meg ilyenek. Az, hogy elveszítem Schleswiget, nem nagy probléma. 100 katonát veszítek ugye, ami szintén nem probléma, és úgyis útbe esik, és könnyedén vissza tudom foglalni. Most már csak egy békét kéne gyorsan valahogy kötni ugye a dánokkal. Egy békét kéne gyorsan kössek velük, és akkor egyből iránya a pápai állam ellen. Köcsögök megtámadtak.
Meg ugye jó lenne levadászni a megmaradt lengyel nemeseket, de hát az most annyira nem lényeges. Már megint nincs mit kajálni. Oké, elvesztettem Szleszviget, de Zadár városát... Oké, azt is. kettőszáztizenkettő védő, az kevés. Szóval Bremen városa az ilyen izé felépítésű. A módkészítő által készített város. Oké, rendben. Nem gondoltam volna, de oké. Amúgy most azon gondolkodom, hogy... lehet, hogy több terület is volt, ami a módkészítő által készített város vagy vár volt, csak nem aktiválódott a szkript a játékban, és így az játék egy ilyen alap várost rakott be helyette, mert kissé furcsa az nekem, hogy eddig mindig olyan városokat kellett ugye elfoglaljak, ami az alapjátékban benne van. Erre most meg bedobít nekem egy ilyen várost, amit a módkészítők készítettek, vagy attól függ, hogyha egyedül készítette a módot. Nekem miért van olyan érzésem, hogy valójában itt a játék nem teljesen úgy működik, ahogy kéne. Nekem valahogy hirtelen ilyen fura érzésem támad, hogy őszinte legyek, mint hogyha nem úgy működne a játék, ahogy kéne, mármint nem aktiválódnak a skriptek a játékban mindig, vagy fogalmam nincs, hogy őszinte legyek. Oké, nem lehet felmenni. Ja, nincs létra. Hát nem tudom. Nekem kicsi furcsa most egy kicsit ez a játék, hogy ugye volt ez a bágos dolog, hogy nem lehetett átmenni, utána újraindítottam a játékot, most már csak át lehet menni, de újraindítottam a játékot, ugye most meg bedobít nekem egy ilyen saját készítésű várost, ugye a módkészítők által készített várost, és nem egy ilyen alapvárost, ugye. Nekem ez most itt nagyon furcsa. Most én úgy vagyok vele, hogy most szerintem valami olyasmi történt a játékkal, hogy nem tudom tényleg. Nem aktiválódtak a skriptek a játék elején, vagy nem tudom tényleg. Annyira furcsa most számomra ez az egész így. Nagyon-nagyon furcsa. Na de mindegy, annak örülök, hogy a játék az nem fagy ki, szóval menni megy a játék. És nem fagy ki. Na már most, ha minden igaz, akkor a folyón át lehet menni, és el tudom foglalni a Dán területeket. De jó lenne, hogyha hamar békét ajánlanának. Minél hamarabb. Elfogadnám a békét. Még akkor is, hogyha csak 2-3 területük maradna a Dánoknak. Mert szeretnék békét kötni a Dánokkal, hogy le tudjam győzni a pápai államot. Mármint visszafoglalni majd az elveszített területeket, és békét kötni velük, utána pedig visszajönni, hogy támadjam a dánokat. De hogyha elveszítek néhány várost, vagy várat, amit ugye elvesz a pápai állam, annyi baj legyen. Nem megy be a nyilvessző? De bemegy. Előttem. Éppen csak a fejét láttam. Na, a csávónak próbálom eltalálni a kezét.
nem igazán megy. Amúgy az embereim már bent vannak. Oké, mindenki támadhat. Nekem nagyon furcsa ez a város amúgy, hogy most megtámadtam ugye azt a várost, és beadott egy ilyet, és nem egy ilyen alap várost, ami ugye eddig volt. Ez most így nekem nagyon furcsa. Ha ezek után mindig ilyen más kinézetű városok lesznek, akkor valójában eddig, mint hogyha nem aktiválódott volna minden szkript a játékban, vagy nem tudom tényleg. Fogalmam nincs. Mondjuk a módokkal megeshet az ilyen, az ilyesmi. Oké, már csak valami 30 védő maradt. Vagy ugye alapból így néz ki ez a város. Mert nem emlékszem arra, hogy alapból lenne ilyen város, ilyen felépítésű város a játékban. Ilyen nincsen, biztos. Ó, pont lábon lőttem, wow. Oké, két ellenség, egy ellenség és nagyjából, gyerünk, gyerünk már, na végre, Arne de Gotia elintézte. Oké. A várost mondjuk magamnak adom. Kéne vennem élelmet. Nem sok értelme van, mert úgysem tart sokáig, de oké. Meg ugye mivel magamnak adtam az összes területemet, ezért még némi pénzt is kaptam. Fizetéskor mondjuk nem sokat. Jó, ez eddig 30 védő. 40. Ötven, hatvan, hetven, nyolcvan, kilencven, száz. Teszek néhány íjást is, mert hát miért ne. Jó, benézek ide, ám bár úgy vagyok vele, hogy nem még veszek fel senkit. Nem sok értelmét látom. Na jó, lássuk akkor, hogy irány Sleszvig, csak úgy kíváncsiságból, hogy hogyan fog kinézni az a város, hogyha visszafoglalom. Mert lejátszom a csatát, de csak azért, hogy lássam azt, hogy milyen a felépítése. Sirály, megtámadtátok a falusiakat, mi? Mert most már át lehet jönni. Aj, bakker, komolyan nem tudom, mi volt az előző részben. Fogalmam nincs. Hogy mi a fene történhetett a játékkal? Szerintem, nem tudom, valami rosszul aktiválódott a játékban. Fogalmam nincs. Ezek szerint megtörténhet az például, hogy elindul a játék, ugye? Nem fagy ki, vagy nem jelez ki hibát.
de valójában mégis valami baja van a játéknak. De hát a módok már csak ilyenek. Na de annak örülök, hogy nem kell csaljak. Amúgy, mert úgy voltam, hogy csalnom kell ahhoz, hogy átjussak a szigetre, az pedig egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy csalást használják egy játékban, de komolyan, egyszerűen nem akarok. És nézelődtem neten, és csak annyi volt az egész, hogy újraindítottam a játékot, és most már működik. Pedig hát érdekes, mert általában mindig minden rész, amit elkezdek, ugye, mindig újraindítom a játékot, hogy mindig nem azt csinálom, hogy felveszek egy részt, ki sem lépek a játékból, hanem ugye rögzítem a másikat, hanem mindig kilépek a játékból, vissza a játékba is, mégis megtörtént ugye ez a hiba. Na de nem gond. Vagyis hát gond, de azt hiszem megoldódott. Amúgy is ugye csak elfoglalom a szigetet, mármint a megmaradt dán területeket, meg ugye a norvégok, utána már úgysem jövök többet ide. Csak kicsit rossz volt, mert ugye az előző részben könnyedén el tudtam volna foglalni még több területet a dánoktól, és lehet, hogy felajánlották volna egyből a békét, így időben visszaértem volna a pápai állam ellen, de most már mindegy. Pápai államhoz szerintem még el fog foglalni néhány területemet. El fogja venni talán várakat vagy városokat, nem tudom. De egész addig még nem lesz béke a dánokkal, vagy nem győzöm le, vagy nem foglom el az összes területüket, addig nem megyek vissza. Mert hiába megyek vissza, akkor legyőzöm a pápai állami csapatokat, megerősödnek a dánok, akkor nem értem el vele semmit. Csak akkor tudok visszamenni, hogyha béke van a dánokkal, vagy már nincsenek többet. Oké, bár kb. Ennyi volt. Amúgy jó az, hogy megtámadták ezeket a falusiakat, mert így elkaptam őket. Oké, 15-en vannak, mindegy. Oh, hello. A falusiaknak 60 foglyuk van. Oké. Okay. 211 védőt hagytak itt. Wow. Nem rossz. De annak örülök a legjobban, hogy a dán támadóseregnek annyi. Kb. Meg is semmisültek. Nagyon jól tették, hogy megtámadták a falusiakat. Oké, ott még van egy vagy két nemes. Na jó, támadunk. Ja, ez ugyanúgy néz ki, mint legelőször. Szóval akkor Bremennek saját felépítése volt, ugye az a város olyan saját módkészítő által készített város. Ezért, oké. Attól tartottam ugye, hogy most egy más kinézetű város lesz ugye itt. És akkor az azt jelentette volna, hogy ugye a játék eddig ilyen félig bugolva működött, de ezek szerint nem. Szóval megnyugodtam. Mondjuk úgy, hogy most már megnyugodtam. Kicsit rossz lett volna, hogyha most jövök rá, ugye, hogy a játék félig ilyen bugolva működött egy kicsit. De ezek szerint nem. Áó. 28 sebzés. A
Amúgy abban reménykedem, hogy lassan felajánlják a békét. Az nagyon kéne. Oké, ám bár mindenki támadhat, mivel az ellenséget már visszaszorították az embereim. Na jó, az íjászok kicsit menjenek hátra, mert be akarok menni. Oké, most már mindenki előre. Szerintem, hogyha elfoglalom a várost, akkor van itt a közelben vagy két nemes, tuti, hogy megtámadják. De az nem gond, mert legalább legyőzöm őket, az kész. Oké, bár nagyjából végük van. Oké, nem sikerült elkapni, na mindegy. Bár ennyi volt. Kéne vennem némi extra élelmet, meg ugye itt kell hagyni 100 katonát. Oké. Meg kell vennem. Ezt is. Csak a probléma az, hogy már nincsen 1 millió dénárom. Az már rég volt. Lesz az még úgy is, hogy nincs pénzem. Lesz az még úgy is. Mondjuk van még hősöm, amelyik 8-as lövőerővel rendelkezik, ugye? Megvan. Nem biztos, hogy jó ötlet volt megvenni, de most már mindegy. Na jó, itt kéne hagyjak akkor ugye 100 katonát. Legyen 20 ilyen. 10 ilyen. Ez így akkor már 40. 50. Hatvan, 70, 80. 90. 100. Oké, jó lesz ez így szerintem. Hagyok némi íjászt is, mert ugye egyre több és több az íjászom, és egyre kevesebb a gyalogság, és ugye jók az íjászok nyílt terepen is, de azért gyalogsággal többre megyek. Meg lovassággal ugye. Amúgy
Amúgy arra gondoltam, hogy most már nem még engedem el a foglyokat, ugye a nemeseket, akiket elkapok, hanem foglyulként ejtsem őket, mivel jó lenne kapni azt a pénzt, amit fizetnek értük, mivel már nincs pénzünk. Mínuszba megyek, annyi az egész egyfolytában. És amúgy is a megbecsültségem már több mint 300-301, szóval úgy vagyok vele, hogy nem még kell megbecsültség, szóval elég az a 301. Ó, oh. Szóval itt a hadseregük. Aha. Értem, szóval nem az volt a sereg, amit ott láttunk, hanem ez az. Amúgy látszik ugye, hogy működik a játék rendesen, mivel egyből itt jelent a... Vagyis megjelentek ugye az izék. Megjelent a dán hadsereg. Egyből itt termettek. Na de arra gondoltam, hogy kitámadok, nem várok. Mert... minél gyorsabban szeretném legyőzni őket, és akkor menni tovább. Vagy talán felajánlják a békét, miután legyőztem őket, mert elveszítik ugye a hadseregüket. És minél gyorsabban szeretnék tovább menni, mert ugye hátamban vannak a pápai állam csapatai. És hogyha most szerintem legyőzöm a dán hadsereget, felajánlják a békét. Utána pedig egyből rásolok vissza, és szét kell verjem a pápai állam seregeit, és akkor velük békét kötni, utána pedig visszajövök, hogy befejezzem a dánokat. Na jó, mennyi katonájuk van amúgy? Kevés területük van, így a hadseregük sem valami nagy. Leginkább csak ilyen 30-40 nemes, na jó. Jó vicc ez. Na jó, itt van egy 100-as, de... Jó, az egyik már menekülne. Oké. Nem mentek ti innen sehova. Csak 563 katonájuk van, az kevés. Ugye nincsen területük, mármint... Nagyon kevés területük van, rengeteg nemes, de annak a rengeteg nemesnek ugye nem jut mindegyiknek terület, ezért csak ilyen 40-50 katonákat tudnak összeszedni. Az pedig, és az a 40-50 katona is nem valami elit harcos. Na mindenki támadás. Fele annyian vannak, mint mi. Ha kétszer annyian lennének, mint mi, talán akkor lenne esélyük. Mennyi gyászom van? 57. Jobb szeretek ezzel a fegyverrel gyalogosan harcolni. Hol az erősítésük? Oké, most jön. Leginkább csak gyalogság. Oké, megint kaptak erősítést. Ám bár a morálja az ellenségnek az gyenge, ezek mind megfutottak. Majdnem. Oké, én is kellett kapjak erősítést? Wow. Azért elég komoly veszteséget okoznak. De akkor sem győznek. Általában mondjuk az első rohamban szoktak a legjobb katonák ugye bejönni, utána pedig már a gyengébbek.
Okén, bár nagyjából ennyi volt. Még van vagy 9 katonájuk. Már csak 4, 3. Még mindig 3. Még mindig. Gyerünk. 2, 1. És ennyi. 137 sebesült, 38 meghalt. Nem volt ez annyira rossz, csak az a baj, kiütöttek, így 6 morát veszítettem, 3-at kaptam, így plusz 3 maradt. És mínusz 3 morál. Szóval nem nyertem morát, hanem még veszítettem 3-at. Valahogy úgy kéne akkor, hogy nem égüssenek ki csata után, vagy csata közben. Mondjuk azt nehéz elérni. Mindig eltervezem, hogy nem fognak kiütni. Az előbb is azt terveztem, hogy leszállok lóról, és aki jön, együtés és hal meg. Nem így jött össze. Az ellenség általában mindig keresztül húzza a számításaimat, sajnos. Pedig én mindig jól eltervezem, mert hát a tervem az mindig jó, csak ugye az ellensége keresztül húzza a számításaimat. Na az most mi? Az hogy védte ki? Ó, most jött be a csomó felbérelt harcos. Az király, azok jók. Rengeteg felbérelt harcosom van. Ó, mi a... Hogy ütött meg? Nem is rám nézett. Hát, majdnem. Amúgy az ellenséget most sokkal gyorsabban legyőzik a csapataim. Ja, jóval gyorsabban. Ne. Oké, nem mozdítom meg az egeret, vagy igen. Oké. Hú, már azt hittem, hogy elkezd körbe-körbe forogni. Ja, ugye az első rohamban nagyon sokan jöttek. Mármint nem úgy nagyon sokan, hanem a legjobb egységeik jöttek ugye az első rohamban. A második rohamban pedig 3 halott, 13 sebesült, ugyan már. Nagyon gyenge egységek maradtak ugye. Az első rohamban voltak egy csomó lovag ugye, meg lovas, meg ilyen erősebb gyalogság. Oké, még van 3 ellenség. Azért tényleg csak 13 sebesültem van és 3 halottam. Ez nagyon kevés. Oké, nem volt rossz. Oké, kaptam 3 morát. Fogülejtem, akit csak lehet. Mert kell az extra pénz, amit kapok tőlük. Szerintem ezek után már nem nagyon tudok elengedni senkit. Mert kéne az extra pénz, amit kapok a nemesekért. Elérkezett ugye az a szint, hogy már nem tudok, nincs bevételem. Na, az komoly. Nagyon megindultak a dánok, wow. Atya Isten, mi a bánat. Nagyon megindultak ezek. Ilyen sok nemes volt bebagolva? Wow, oké. Azért tényleg, hogy valami nem volt kóser, mert rengeteg nemes be volt bagolva, most meg egyből itt termett az egész. Érdekes. Valami tényleg, hogy nem volt kóser a játékkal.
Mondjuk azt én is észrevettem, mert tényleg szinte nem lehetett haladni a térképen rendesen. Na mindegy, a lényeg az, hogy most már működik. Visszajönnek amúgy? Néhányan, de nem mind. De mennyi katonája van fejenként? Kevés. Túl gyorsak. Háj. El akarnak menni, de pont, hogy itt van ez a csávó. És jó páran becsatlakoztak. 680-an vannak. Hűha, nem azért, de komoly dán sereg jött ide. Mióta már át lehet kelni a folyón, ugye? Normálisan. De amúgy örülök ennek, hogy ide jöttek. Szerintem hamarosan felajánlják a békét. Ha így folytatódik. Erre meg van az egyik olyan köcsök, hogy meglőjön. Na de ebben a csatában nem fognak kiütni. Oké, a sajátomat kilőttem. Fejbe lőttem a saját emberem lovát. Ó, oh, az egy nemes volt. Menj már innen! Majdnem elkapott. Szerintem együttés lett volna. Te. Saját emberem blokkolt be. Az ellenségnek megint leszpannolt egy csomó lovagja meg minden. Az első rohamban megint elveszítek egy csomó katonát. Leginkább mondjuk csak sebesülteket szerzek. Nem megyek közel, félek, hogy valamelyik eltalál. Már a hátamban is van a köcsög. Nem megyek. Inkább nem. Belemásznák úgy az ellenség közepébe, de tuti, hogy egyből kiütnének. Nem érnék el vele semmit. Hány ellenség van még? Á, már csak 3. 2, 1 és ennyi. 102 sebesült, 22 halott. Tűrhető. Kár, hogy nem sikerült elkapni az összes nemest, aki itt volt, de így is jó. Nagyjából
elintézzük ennek a seregnek is valami 80%-át, ugye? Akik itt voltak. Ami egész jó szerintem. Hány lovasom van? Csak 57, az kevés. Aminek a fele izé hős. Gyalogság, lovasság támadjon. Oké, hogy elnézem, simán elmossuk őket, az kész. Nem sok esélyük van. Veszélyes. Oh, egy lövés, wow. Az mázli volt. Nagyon nagy mázli. Kösz, haver! Hű, azt hiszem megmentett a csávó amúgy. Hogy levágta már azt a lovagot? Az egyik. Ennyi? Oké, ez gyors volt. Na ja, az első rohamban mindig tényleg a legjobb egységek jönnek, utána már nagyon gyengék. A második rohamot általában már könnyű megnyerni, mert az egységeik elég gyengék. Csak az ilyen gyenge katonák maradnak a második vagy harmadik rohamban. Ez közel volt. Au. Erre meg nem eltrafált a másik. Fenébe. Pedig próbáltam kilőni azt a lovast, de hát nem jött össze. Fejlesztenem kéne a lovasíjászatot, mert nem nagyon, nem lő pontosan a karakter. Pedig jól célzok, csak ugye az alapjátékban simán el szoktam lőni a lóhátról ugye az ellenséget. Csak ugye ott általában az alapjátékban van 6-os vagy talán 7-es lovasi íjászatom. Jelenleg, ha jól emlékszem, akkor csak 4-es lovasi íjászat. Így ugye nagyon pontatlan. Lóhátról sajnos.
Na jó, ha minden igaz, akkor sikerült legyőzni a dán sereget, és akkor nyomulhatok előre. Egy kicsit. Még így is több mint 1000 katonám van, ami egész jó. Na akkor ezek nem még jönnek ide? Nem, na nagyon helyes. Irány Odense. Most már át lehet menni. Wow, király. Ha. Köcsögjáték. Mondjuk néhányan szintet léptek. Ő 8-as lövőereje van Robin Hoodnak. Oké, azt hiszem, hogy most jön el az az idő, mikor nem lesz elegendő pénzem, hogy továbbfejlesszem a katonákat, akiket lehet. Wow. Hát akkor ez is eljött. És ennyi. Wow, hát akkor ez is bekövetkezett. Nincs elég pénzem? Wow. Azt a mindenit. Hát igen, ez gáz. Ki gondolta volna, hogy ez is be fog következni? Azt a csávót ott szétverik a banditák. Sirály. Még jó, hogy besegítenek nekem. Oké, bár egy óra is mehet a támadás. Mondjuk csak simán automatikázom egyet. Na, gyerünk már, mi van? Nem adj... Olyan sokan maradtak, hogy hogy nem adják meg magukat. Hogy a fenébe lehet az? Harminchárom. Lehet azért nem adták meg magukat amúgy, mert... A foglyok miatt, nem a foglyok, a sebesültek miatt. Szóval 33 harcra kész katona maradt, de 65-en voltak, és gondolom azért. De mindegy, lényegtelen. Szétverték a csávót. Na irány Kalundborg. ...4800, oké. Egyből fejlesztenem kéne, akit csak lehet. Most már bekövetkezett az, hogy abból fogok tudni gazdálkodni, ugye, hogy a legyőzött nemesekért váltságdíjat fizetnek. Adóm, már ugye az adózásból nem fogok tudni pénzt szerezni, mert már nagyban mínuszba megyek. A rengeteg katona miatt, ugye. De hogy őszinte legyek, nem gond. Most már csak az lesz, hogy szerintem mindig fizetnek majd váltságdíjat, és akkor abból tudom fejleszteni majd az embereimet. Amennyiből tudom fejleszteni, mert nagyjából el is fogyott a pénz. Wow! Ó, de rossz ez így. 198 védő. Fuck! Be akartam... Hányan vannak? Jaj, ne már! Pajzsodat? Fejszédet? Van még?
Azt hiszem még van. Hű, mellé klikkeltem. Na, de hol van? Hol a csávó? Szerintem valamelyik toronyban kell legyen. Nem már, ez most komoly? Oh, hello! Kap be! Ennyi volt, nem? Mondd azt, hogy igen. Még mindig vannak! Mi a... Te... Hány van itt amúgy? Oké, hát itt nincs senki. Hát ez kissé furcsa. De hát hol lehet? Ha megállok itt, vajon ide jön? Szerintem ide kéne jöjjön. Hát? Annyi az egész, hogy nem hallani azt sem, hogy hol kiabál, hogy oda menjek.
Mintha nem is lenne több, vagy nem tudom, tényleg. Megnézni sem lehet, ugye? Na jó, egy pillanat, srácok. Oké, srácok, folytassuk. Arra gondoltam amúgy, hogy még ezt a várat el fogom foglalni, és zárom a videót. Oké, 4800-at ajánlottak ugye az egyik nemesért, az úgy rendben van. Ezt a várat még elfoglalom, utána pedig ugye a következő részben... Oh, hello, oké, majd vissza kell menjek. A következő részben pedig ugye... El fogom foglalni ezt a két várat, meg Roskilde városát, és akkor már nem is olyan sok területe marad a dámoknak. Legyen egy automatik. 146 katonát veszítettek. Nem adják meg magukat? Nem. Oké, akkor még 8 órát várok, és kb. Annyi. Utána meg is lesz a vár. Hát igen, sajnos... Valamiért nem kaptam meg ott az utolsó embert, sajnos. Oké, 57 katonájuk van harcra készen. Na jó, amúgy is zárni akartam volna a videót. De most már mindegy. Ja, nem veszek fel nemeseket. Na jó, akkor kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!